Sziasztok, Csirok János vagyok, és ma egy nem mindennapi lámpát fogok bemutatni. A múltkori videóban már beszéltem arról, hogy az Olight mekkora energiát fektet új utak keresésébe. A mai videónk témája az Olight Archer. Ha csak pár szóban jellemezhetném, akkor azt mondanám, hogy a projektoros fényágyú. De nézzük, mitől ennyire különleges ez a lámpa. Az Archer egyszerű felépítésű és letisztult formavilággal rendelkezik. A lámpatest erős, ütésálló alumíniumból készült, ami egy tartós bevonatot kapott. Hossza mindössze 126 mm, zsebben is kényelmesen elfér. Felülete teljesen sima, nincs rajta semmi, ami a tapadást segítené. Normál körülmények között ez nem okozhat gondot, azonban beszűkíti a felhasználási területet. Az Archer szögletes, határozottan antiroll kialakítású. A lámpához egyébként jár egy praktikus műanyag tok, ami kimondottan stabilan rögzíti az Archert. Ezzel elsősorban övre szerelhető. Ezen a lámpán sem találunk klipszet, ami megkönnyítené a hordhatóságot. A lámpafej lágyan kiszélesedik, és egy projektorhoz hasonló egyenletes, fókuszált négyzet alakú fénycsóvát eredményez. A benne található nagy teljesítményű LED hideg-fehér fénnyel operál. Elképesztő, ahogyan bevilágítja a terepet. A lámpatest oldalán található a kapcsoló, ami enyhén kiemelkedik a lámpa síkjából. Könnyen kitapintható, egyszerűen működtethető, lezárható vele a lámpa. Ezzel a funkciók között kényelmesen lépkedhetünk. A kapcsoló úgy van programozva, hogy bekapcsoláskor ugyanarra a fokozatra áll vissza, mint amivel kikapcsoltuk. A kapcsoló alatt találunk egy a megszokottól jóval nagyobb ledet. Ez jelzi a lámpa töltöttségi állapotát. A lámpa végtelenül letisztult, nincs rajta semmi felesleg. Az Archer nem rendelkezik végkapcsolóval, mágneses töltőplatformmal viszont igen. Töltéshez nincs más dolgunk, csak közelítjük az MCC3-as töltőt a lámpa hátsó részéhez, és az tökéletesen rátapad, majd tölt. A lámpát sajnos nem lehet csak úgy szétszedni. 5000 mAh-es akkumulátort kapott, ami beépített. Nem lehet menet közben cserélgetni. Személy szerint jobban kedvelem a cserélhető akkus megoldásokat. Terepen praktikusabbat tudunk magunkkal vinni néhány tartalék akkumulátort. A gyári adatok szerint IPX7-es besorolást kapott, valamint 1 méter az ütésállósága. A taktikai lámpák kivétel nélkül IPX8-asok. Nem tudtam kideríteni, hogy a lencserendszer vagy a kapcsoló a ludas. Sokat azonban nem kell aggódni, így is tökéletesen víz és porálló. Az igazság az, hogy az Archert nem akartam kínozni, nem taktikai lámpa. A felépítése sokkal finomabb, elegánsabb, mint amit a taktikai lámpáknál megszoktunk. Ez jó hatással van a tömegére, pontosan 200 g. Nézzük a fényerőt. Első fokozatban 5 lumennel világít 200 órán keresztül. Második fokozatban 50 lumen tud 42 óráig. Harmadik fokozat 300 lumen 6 óra. Negyedik fokozat a turbófokozat 1000 lumennel. Ez csak rövid ideig tudja tartani, először 470 lumenre, majd 300-ra vált vissza. A lámpa tudja a sokak által kedvelt stroboszkóp funkciót is. Ennél a teljesítménynél már iszonyatosan zavaró. Akik nincsenek otthon a zseblámpák világában, a 2-3000 lumenes lámpák között az 1000 lumenre csak legyintenek. A dolog ennél összetettebb. Az 1000 lumen az összes kibocsájtott fényt jelenti. Az Archer a hatótávolságra van optimalizálva, felesleges, szórt fény nélkül. A hatótávolságot a kandella határozza meg. Ennél a lámpánál 72.656 kandelláról és 535 méteres hatótávolságról beszélünk. Ezzel szemben a Seeker 3 Pro a maga 4200 lumenével mindössze 15.625 kandela, aminek a hatótávolsága csak 250 méter. A tesztekből jól látható, hogy mennyire különleges ez a lámpa. Jeladásra, kutatómentő feladatokra a legalkalmasabb. Biztonsági területen dolgozóknak is ajánlom. Nagyobb területek, telephelyek, halastavak őrzésénél hatalmas segítség lehet. Az Olight Archer egy nagyon különleges, kifinomult lámpa. Ha megtetszett, keressétek a Leitz Hungáriánál.